Üdv mindenkinek, Necrokrim vagyok, és a szellemek eljöttek közénk. Igen, végre megjelent a Call of Duty Ghost, lehet egy kicsit késve rakok fel a videót, de felrakom mindazok kedvéért, akik még gondolkodnak, hogy megvegyék-e, ne vegyék-e meg, hogy milyen a játék, milyenek a pályák, milyenek a fegyverek, milyen a játékmenet, hogy néz ki a játék, mik az apró hibák, illetve egy apró személyes vélemény, hogyha már videókat csinálok, akkor csinálok erről sem videót. Elsősorban szeretnék beszélni egy kicsit a játékmenetről, a Stonehaven című pálya, szokásos játékmenetem, lassan indulok be, és amire véget ér a játék, összeszedem azt a killstreaket, de véget ér a játék, szóval ilyen vagyok, sajnálom, ha 20 perces lenne a játék, akkor valami élvezetesebb játékot látnátok, de rohadtul unnátok, amit mondok. Szóval jöjjön akkor röviden, tömören, hogy mit is gondolok én a Call of Duty Ghostról. Először is szeretnék beszélni egy kicsit a játék hibáiról. Bevallom őszintén, hogy nekem nem, tehát nálam nem jelentkeztek hibák, nem volt lag, nem volt semmi, de ezt nekem mondja, hogy most viszonylag erős a gépem, így aztán ezeket a gondokat áthidaltam, vagyis hát áthidalt a számítógép, de sokan írtak rám az ismerősi körből, és mondták, hogy aprólag tapasztalható a memória miatt, mert ugye a játéknak a memória igényét elég magasra tették, szóval ez a 6 giga, és ezt kell mondjam, sajnos, hogy annó, mikor megjelent az MB2, ugyanezt tapasztaltam én is, a megoldás az volt, hogy plusz 2 giga RAM, el volt tűnve a gond. Majd később megjelent a Black Ops, ott már mindegy volt, tehát az laggolt és hoztak ki patcheket őrült módon, és akkor sem működött, szóval ott már a gép volt gyenge, VGA volt gyenge, memória volt gyenge, processzor, minden gyenge volt, úgyhogy akinek viszonylag gyenge van, mondjuk egy Core 2 Duo vagy Core 2 Quad-nál tart, és 4 giga memória, és hiába van jó videókártya, valószínűleg a játék annyira nem, úgyhogy a megoldás. Upgrade-elni kell. Most már én azt mondom, hogy itt az ideje azoknak, akik meg gyengébb gépük van, hogy most már azért, ha van persze rá keret és lehetőség, akkor egy kicsit már kell rászállni, mert jön úgynevezett a Next Gen világ, így aztán ahhoz meg már fog kelleni masina. Tehát minimum egy i3-as processzor, 8 giga RAM és egy jobb videókártya, hogy a Next Gen játékok megfelelően fussanak rajta. Szóval Next Genre rátérve, pályák szépsége, el tudom mondani végre azt, hogy a Call of Duty szép lett. Kurva jól néz ki, nem egy Crysis, nem egy Battlefield, de jól néz ki. Szép. És ez rádob a hangulatra, rádob az élményre, szóval ez szép. Tényleg a textúrák már kiemelkednek, van szép fű, van szép kutya, minden rendben, a fegyverek dizájnja jól néznek ki, bár erre sosem volt panasz a Call of Duty-nál, ez tény. Úgyhogy alapvetően még annyit a fegyverekről, hogy eddig még nem tapasztaltam egy fegyvernél se, hogy nagyon overpowered lenne, rendben vannak. Az asszolt fegyverek túltávolra nem annyira hatékonyak, középtávon megfelelőek. A submachine gunok középtávon kevésbé hatékonyak, közeltávra nagyon hatékonyak. De minden eddig úgy pont megfelelt. Amiről el lehet egy kicsit mondani, hogy így overpowered docska, az talán az AK. Az AK-12. Na, talán ő egy kicsit vele jól adja, de kényelmes vele a célzás, szerintem ez is közrejátszik azért, hogy ennyire jól lehet vele lőni, vagy hogy overpower, nem overpower. Eddig őszintén mondom, nem tapasztaltam, hogy nagyon overpower lenne. A másik játékmenettel kapcsolatban én úgy vettem észre eddig az eltöltött pár óra alatt a játékkal, hogy elmúlt MV2 óta számomra eddig az a kód, ami azt mondom, hogy na igen. Ezt most meghozták, kicsit visszatértek a gyökerekhez, jobban megcsinálták a fegyvereket, a játékmenetet, a lövés, szóval számomra egy kicsit idézi az MV2-es, Code 4-es hangulatot, amikor valahogy én akkoriban jobban élveztem ugye a játékmenetet, és most ez úgy kezd visszajönni, hogy nézem Ghost játékmenetre, fegyverekre, nekem tetszik. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit mondatok erről, hogy titeket mennyire fogott meg a játék a laghoz képest, vagy akinek jó PC-je van, vagy Xboxon, PS-en játszik, akkor ők mit gondolnak. Számomra én azt mondom, hogy az elmúlt évek egyik legjobb kódja, egy kicsit visszaszálltak magukba és csináltak egy értelmes multiplayert középméretű pályákkal, a kis pályák sem annyira kicsik, de pont elég kicsik ahhoz, hogy pörgesse a játékot. A középméretű pályákon kényelmesen lehet sniperezni, az asszolt is megtalálja magát, a submachine gun-os is megtalálja magát, szóval minden
a pályák úgy vannak megoldva, hogy minden játékstílust képviselő játékos azért valamilyen szinten meg tudja, tudjon érvényesülni. Itt például nagyon jól lehet csipázni ezen a pályán, de van olyan pályán, ahol kevésbé, de az asszolt fegyverek jobban dimenálnak, minden jó. Pályákról még annyit, hogy most már azért azon kívül, hogy három útvonal megtalálható, fellelhető azért még a Call of Duty-ban, most már azért némelyik pályát szintekre is bontották. És ez se egy rossz ötlet, tehát most már több szinten is harcolsz, tehát emelet van magyarul, ezt akarom mondani, és az elég okos ötlet volt, én azt hiszem. Pályarombolhatóság, hát azért túlzásban nem vitték, egy-két pályára érvényes ez. A nukról annyit, hogy egy nukot sikerült eddig látnom, azt hiszem Kerpekidzsel jön, és úgy fogod tudni megszerezni, ha az úgynevezett field upgrade-eket, field challenge-eket megcsinálod, kis kék táska, tudjátok, fölveszitek, kiír egy challenge-et, ha megcsinálod, kapsz egy Kerpekidzset random killstreak-kel. Na most az se jön le mindegyik pályán ez a nukféleség, hanem egy-két pályán lejön, de akkor viszont teljesen átalakítja a pályát úgy, ahogy van. Nem lesz teljesen más szerkezetileg, de kinézetre és egy-két helyen megváltozik annyira, hogy pont már kezdje alkalmazkodni az új pályához, és kinek bejön az új pálya, kinek nem, úgy tényleg változik maga a játék élmény és a játék menet is. Egyesek jobbak lesznek, mások rosszak lesznek, szóval ki van jól találva, okosan meg vannak dizájnolva a pályák, játékmenet élvezetes, a fegyverekről nem mondom, eddig még overpowered részt nem találtam, lehet, hogy majd lesz később, nem tudom, de eddig elégedett vagyok vele. A hangokban nagyon beleszerettem, a fegyverhangok szerintem isteniek lettek, mindegyik fegyvernek szinte külön hangja van, és a hangtompítós lövés is nagyon jól meg van csinálva, még ott is külön hangjuk van a fegyvereknek szinte, és ez nekem nagyon tetszik, mert számomra egy elég jó boost, hogyha egy fegyvernek van egy jó hangja, és ettől jobban is tudok játszani, néha ne kérdezzétek. Ez van. Szóval összességében eddig rendben. Single player, arról már később beszélünk, szerintem csinálok egy single player bemutatott, ilyen COD Ghost és Battlefield single player bemutatott kettő közti különbséget, arról is van, természetesen van véleményem, miért van lenne, és de eddig tényleg nekem rendben van. Hallottam, hogy másoknak annyira ez nem jött be ez a játék, nem tudom, végre úgy érzem, hogy most eljött az a Call of Duty, ami megfelelő. Nem azt mondom, hogy tehát annak, akinek netten nincs most pénze megvenni, az ne csüggedjen, mert nem marad le egy hatalmas Call of Duty élményről, mert Call of Duty ugyanaz hozza a multiplayert, hozza mindent, de annyiban, hogy számomra most azért évek óta végre leraktak egy Call of Duty-t, ami kicsit visszatért a gyökerekhez, talán fegyvereket nem tudták el, killstreakeket nagyon jól megcsinálták, eddig jók voltak, minden egész jól meg van csinálva, egyik killstreak se olyan nagyon overpowered, hogy úgy mondjam, nem adják olcsón, az tény, tehát ölni kell értük, az biztos, az asszult killstreakekért mindenképp, tehát ott meg kell tanulni jól játszani, de nem lehetetlenek, és de eddig tényleg nagyon minden rendben volt a játékkal, azt hiszem nagyjából el is mondtam. Várom a kérdéseiteket, hogyha netán kihagytam valamit, akkor arról csinálok még egy videót, vagy válaszolok itt a kommentekben, vagy Facebookon, vagy ahol szeretnétek, igyekszem válaszolni. Most az igazság, hogy mivel én nem nagyon tapasztaltam hibákat a játék alatt, rögzíteni pedig Nvidia Shadow Player rögzítettem, GTX 650 fölött már elérhető a Shadow Play bétaként, és lehet vele rögzíteni, nincs FPS csökkenés, ezt üzenem a YouTube-os kollégáknak. Szóval ott nincs FPS csökkenés, szóval a Fraps meg Afterburn, ezeket most így hál' Istennek ki lehet hagyni, hogy nem fogják vissza a gépet. És tehát mondom, nekem a laggok, amit látjátok, időnként egy kevés, de nem zavarott, szóval így áthidalta a számítógép, de akinek most azt kell, hogy mondjam, hogy most sajnos a gondokkal annyira nem tud segíteni, amíg én magam sem tapasztalom, szóval hogyha megkerestek, hogy mitől lehet ez, mitől lehet az, esetleg javasolhatok megoldást, de nem biztos, hogy jó lesz, mivel nálam most annyira a gondok nem jelentkeztek. Hál' Istennek! Tehát végre sikerült összeraknom egy olyan gépet, ahol ezek most megszűntek, ennek nagyon örülök, egyetlen egy gondom van, Battlefield 4, ott van laggom. Na, de majd megjön az SSD is, kész. Szóval akkor ez át lesz hidalva.
De nagyjából ennyi. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, nagyon kérlek hagyjatok ott kommenteket, beszéljük meg kinek, hogy tetszett, mi a vélemény a pályákról, fegyverekről, hangokról, játékmenetről, mindenről úgy általánosan. És a következő videóig, ahol majd bemutatom az újabb játékmenetet, Squad vs Squadot, Blitzet, Crankedet, Jézus Mária Crank, ahol mindezeket ki fogjuk tárgyalni, megcsináljuk, és ha szeretnétek, akinek kedve van, kövessen, az újaknak mondom, iratkozzatok fel a csatornára, és következő videóig nagyon köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!